Soros elnökséget követően könnyebb lesz számára a sajátos nemzeti érdekeink érvényesítéséhez szövetségeket találni. Ha Soros elnökként a nemzeti érdekek érvényesítésében keresi a sikert, könnyen elszigetelődhet és hosszú távon leronthatja érdekérvényesítési esélyeit. Ez nem jelenti azt, hogy Soros elnökként fel kell adni saját érdekeinket. Csak azt, hogy 6 hónap alatt közülük azokat kell előtérbe állítani, amelyek összekapcsolhatók a közös érdekekkel. Érdemes tehát ezeket tekinteni kiindulópontnak. Az Európai Bizottság elnöke José Manuel Barroso nemrég az Európai Parlament előtt ismertette a bizottság hosszabb távú elképzeléseit, prioritásait. Ezek között számos olyan van, amelyek nagyon is megfelelnek Magyarország érdekeinek. Barroso a fő célok közé sorolta a válságból való kilábalást, a munkahelyteremtést, hiszen 2008 óta 6 millió munkahelyt vesztettünk el, jelenleg a 20 és 64 év közöttiek foglalkoztatási aránya 69%, ezt szeretné a bizottság 75%-ra emelni, több nő és több idősebb munkavállaló bevonásával is. Ugyancsak a fő célok közé sorolta Barroso elnök a növekedés beindítását és gyorsítását, az, hogy 2020-ig a gazdasági teljesítmény 1/3-al növekedjen. Az államháztartási hiány és az államadóság csökkentését, a stabilitási és növekedési paktum betartását, hiszen, ahogy hangsúlyozta, az adósságszolgálat elvesztegetett pénz fontos célok rovására. A gazdasági, a szociális és a területi kohéziót szintén a fontos célok közé sorolta, a különbségek csökkentését, a szabadságot, a társadalmi igazságosság és a biztonság erősítését, és utoljára, de nem utolsó sorban a világra gyakorolt befolyás növelését, a gazdasági súllyal arányos politikai szerep érvényesítését. Eszközként az erős, átlátható, a gazdaságot szolgáló pénzügyi szektort, annak megfelelő szabályozását és hatékony ellenőrzését, és a közösségi érdekeket sértő magatartás szankcionálását, a pénzügyi konszolidációt és a növekedést egyaránt szolgáló gazdasági kormányzást, a versenyképességet, mindenekelőtt a munkahelyek 2/3-át biztosító kis és közepes vállalatok versenyképességének növelését, ehhez az oktatás, az élethosszig tartó tanulást, a kutatás támogatásának fokozását és a bürokrácia leépítését. Az Európai Bizottság komoly problémának tartja, hogy 20 millió kis és közepes vállalatnak mindössze 8%-a folytat más tagállamba kereskedelmi tevékenységet, beruházásra más tagállamba még ennél is kevesebben vállalkoznak. Szükség van tehát az egységes belső piac elmélyítésére, bizonyos szabályok hatékonyságot szolgáló harmonizációjára. Fontos feladat az egységes energiapiac, az energiaellátás biztonságának és az energiafelhasználás hatékonyságának erősítése, a megújuló energiafajták arányának növelése, 2020-ig 3 millió zöld munkahely létrehozása. A modernizáció egyik kiemelt területe az egységes digitális piac megteremtése, a telekommunikációs szektorra kivetett adót is erre kell fordítani. A gazdasági súllyal arányos politikai szerep kialakításához, az európai értékrend további kiterjesztéséhez, a földrész stabilitásának erősítéséhez elengedhetetlennek tartja a bizottság az integráció bővítésének és mélyítésének a folytatását. Közösségi és magyar érdek egyaránt Horvátország csatlakozása, amire reális az esély éppen a magyar elnökség idején. Hasonló a helyzet Románia és Bulgária schengeni csatlakozásával. Közösségi és magyar érdek a keleti partnerség sikere, amit jól szolgálhat a magyar elnökség alatt sorra kerülő csúcsértekezlet a keleti partnerországokkal. És ugyancsak a magyar elnökségre esik majd az Európai Unió közös külügyi szolgálata működésének a beindítása. Mindezek nagyon fontos lehetőséget kínálnak számunkra. Az Európai Bizottság programja szerint 2011 második negyedévéhez, tehát még a magyar elnökség alatt kerül beterjesztésre a 2013 utáni hosszú távú költségvetés első változata. A bizottság nagy fontosságot tulajdonít az észszerű, intelligens, a közösségi érdekeket és politikákat hatékonyan szolgáló költségvetésnek. Álláspontja szerint vannak olyan területek, például a kutatás, a fejlesztés, az innováció, az energiahálózatok összekapcsolása, ahol az európai keretek
a befektetett összegek számára hatékonyabb megtérülést biztosítanak, mint a korlátozottabb nemzeti keretek. Barroso elnök azt is hangsúlyozta, hogy a költségvetés nem valamiféle brüsszeli érdekeket szolgál. A munkanélkülieket segítő szociális alap, a diákoknak szóló Erasmus program, vagy a kohéziós és strukturális alapok pénzei értelemszerűen a tagállamokba irányulnak. A bizottság a PPP konstrukciók továbbfejlesztését is szorgalmazza, ezt is érdemes figyelembe venni. A bizottság szerint a 7 éves pénzügyi perspektíva helyett jobb lenne egy 10 éves időkeretet bevezetni félidőben, tehát 5 év múlva egy alapos értékeléssel és szükség szerinti kiigazítással. Ez egyébként jobban illeszkedne az Európai Bizottság és az Európai Parlament 5 éves mandátumához is. Tisztelt Ház! A Magyar Szocialista Párt elkötelezettsége az európai értékrend és Magyarország uniós tagsága mellett 20 éve töretlen, ez határozza meg viszonyunkat Magyarország Soros elnökségéhez is. A Soros elnökség sikere az ország sikere lesz, benne a kormányé, az ellenzéké egyaránt. Mi nem a kudarcban, hanem a sikerben szeretnék osztozni a kormány oldallal. Ezért felajánljuk közreműködésünket, tudásunkat, tapasztalatainkat, kapcsolatrendszerünket. Éppen a sikerbe való érdekeltségünk ösztönöz arra, hogy szóvá tegyük a sikert veszélyeztető hibákat, problémákat. Mesterházi Attila frakcióvezető úr ezt megtette, én nem kívánom elismételni, de szeretném hangsúlyozni, hogy nem valamiféle ártó szándék, hanem éppen ellenkezőleg a sikerben való érdekeltségünk késztet arra, hogy ezeket szóvá tegyük. Kívánjuk a kormánynak, hogy álljon helyt, hogy sikeres legyen Magyarország Soros elnöksége, hiszen hosszú távon befolyásolhatja ez kedvezően a megítélésünket, és ebben számíthatnak az ellenzéki pártok közül biztosan a Magyar Szocialista Párt támogatására. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés! A KDNP képviselőcsoportja jelezte, hogy a frakció álláspontját két képviselő ismerteti. Elsőként megadom a szót Firtl Mátyás képviselő úrnak. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A szükségesekben egység, a kétségben szabadság, mindenben szeretet. In necessaris unitas, in dubio libertas, in omnibus caritas. Ez Robert Schumannnak, 6. Pál szerint az Európa Egység fáradhatatlan úttörőjének a jelmondata. A vitában egy témán belül eltérő álláspontok is lehetnek, ezért fontos rögzíteni azt a szirárd elvet, amely a közös konszenzuskeresésünk alapja lehet. Az Európai Egység szellemi megteremtőjének elvénél erre megfelelőbbet alig ha tarthatunk. Egység, szabadság, szeretet, az EU elnökségünk alatt ez az elv közös cél érdekében végzett munkavégzés irányelve kell, hogy legyen. 2010-ben a kormány egyik fő feladata Magyarország nemzetközi tekintélyének, hitelének és befolyásának helyreállítása. Magyarország jelenleg is szükséges állapotába, ahova az elmúlt 8 év kormányzása juttatta, most egységes összefogásra van szükség. Ez az egység alapfeltétele mindazon célok elérésének, amelyek stratégiai fontosságúak a 2011 évi magyar elnökség sikeres és eredményes végrehajtásában. Amennyiben a féléves munkát eredményesen irányítjuk, a napirendi kérdésekben a tagállamok érdekeivel összhangban, kiegyensúlyozott eredményekkel, egyúttal kezelve a tagállamok érzékenységét és nehézségeit, akkor az elnökség jelentős elismerést hozhat. Felelős politikus, felelős politika az EU elnökséget egyszerre állítja Európa és Magyarország szolgálatába. A magyar nemzet érdek szempontjából különleges helyzetünk. Az Európai Unió napirendjén szereplő ügyek, célok általában egybeesnek saját törekvéseinkkel. A munkahelyteremtés, az Európa 2020 stratégia első fő célkitűzése és az új magyar kormánynak is az első és legfontosabb prioritása. A gazdasági válságból való kilábolás minden tagállam érdeke. Magyarországnak egy erős Európa részeként lehet szerepe, és lehet maga is erős. És csak egy erős Magyarország tud élni az Európa adta lehetőségekkel. Egy elemzés szerint a világméretű folyamatba ágyazódik bele az erős áramra való törekvés.
A közérdek érvényesítése a korábbi évek magánérdek centrikus politikájával szemben lépett színpadra. Robert Schuman szerint a demokratikus államot az általa kitűzött célok és a megvalósításához felhasznált eszközök jellemzik. A nép szolgálatába áll, és azzal egyetértésben cselekszik. A keresztény értelembe általánosított demokrácia nagy programjának kibontakozása Európa építésére ellen valósul meg. Az EU elnökséggel erre az Európa építésre kaptunk lehetőséget a nép szolgálatában, és azzal egyetértésben cselekedve. Tisztelt Ház! Amennyiben az európai értékeket a görög, zsidó, római, keresztény és humanista értékekből származtathatjuk, úgy Schuman szerinti alap a legszilárdabb alap az európai egységhez. Ez az az érték, amely azt az európai identitást meghatározza, amely az erős és karakteres nemzeti identitás is erősít. Ez az az érték, amely azt az európai identitást, még egyszer megismétlem, meghatározza, és erős és karakteres nemzeti identitás is erősít. Ezért a Nemzeti Összefogás meghirdetett programja egyszer s mint a közös Európát szolgálja. A csatlakozás előtt számos félelem létezett, aggály amiatt, hogy az EU túlságosan beleavatkozik majd az emberek életébe. Ezt a dilemmát eldöntötte a népszavazást, majd 2004. májusa óta az ország megtapasztalta az uniós tagság pozitív hozadékait is. Azonban azt is tudomásul kellett venni, hogy a csatlakozás nem egyetlen varázsütésre oldott meg minden problémát. Néhány hozadéka az EU-s tagságnak. Könnyebb érdekérvényesítés a világméretű politikai és gazdasági versenyben, részvétel a döntéshozatalban, források a fejlesztésre, a felzárkóztatásra, az életminőség javulása, hatékonyabb bűnmegelőzés, jogok és lehetőségek. És nemzetpolitikai kérdéseink között a magyarok kettős állampolgársághoz is az uniós csatlakozáson keresztül vezetett az út. Tisztelt Ház! A csatlakozás egy dátumhoz köthető, de a felzárkózás hosszú folyamat, amelynek hatékonyságát nagyban csökkentette az a tény, hogy Magyarországnak 2002 és 2010 között a szocialista kormány nem tudta az uniós csatlakozás adta lehetőségeket hatékonyan és eredményesen valóra váltani. A schengeni zónához csatlakoztunk, de az eurozónához való csatlakozásunk elmaradt, hiszen ez a gazdaságpolitika miatt nem sikerült. A pénzügyi gazdaság